Nagyjából nem köt le, túlságosan leterhelni az agyamat még az edzések mellett. Hát a testmozgás sokkal fontosabb szerintem, mint ez a otthon ülök és egész nap játszok, mert mind mentálisan, mind fizikálisan leépülnek, és ez a későbbiekben egészségkárosító lehet, amikor felnőnek, vagy a beilleszkedés a civil életbe is nehezebb lesz az, hogy nem tudnak kommunikálni normálisan emberekkel, hanem csak mindent virtuálisan csinálnak. Azt, hogy kint lehettem a természetben. Ez a legfontosabb az, hogy bármilyen idő van, nyáron, télen kint tudok lenni, és nem okoz problémát az, hogy este például lefeküdjek, elaludjak, mert mentálisan, mint fizikálisan el tudok fáradni kint a természetben. Szeretek, de nem egész évben. Edzeni jobban szeretek is versenyezni. Fiatalon szabadabb volt a verseny, nem volt nagyon tétje a versenynek, hanem úgy buliból, meg hogy a kiki, az volt a legfontosabb, hogy ki győz, mondjuk egy edzésen vagy versenyen, de ugye amikor még felnőtt lettem, világbajnokság, akkor már egy országot, egy nemzetet kellett képviselnem, és sokkal nehezebb és nagyobb volt a teher rajtam, de ezt is lehet szeretni és élvezni. November 2-a után bevonultunk a téli edzésre, úszunk, futunk egész végig, február végig, ha tehetjük, február 21-án vízre szállunk itthon. Idén sem megyünk meleg vízre, mert nekünk ez bevált, megszokott helyszínen készülünk a gubacsi vízitelepen. Fárasztó, mert monoton és fárasztó lesz a tél, ugye az emberek hajlamosak a télen kicsit beszűkülni, főleg úgy már január végén, hogy már várják, hogy legyen végre napsütés, én is várom, hogy végre kimenjek a vízre. Kell ez a 3 hónap víz nélkül, a szárazföldi edzés, hogy vágyjak már arra, hogy elveszhessek újra, és éhes legyek.